szellemi játékról van szó, és ebben a játékos után fontos, hogy meglássuk a dolgokat, hogy én úgy látom, hogy a távol keletek kultúrában nagyon sok érték, és a gól is érkezik, és fontos, hogy Európában is eljön az ellenes sport, hogy erősödjön, hogy gyarapodjon, én úgy látom, hogy a mostani Európában csak úgy erősödjön, hogy a kezdeményezőek így járnak, és nem tudom, hogy is kell. Szerények a szellemi képességeim, ettől függetlenül igyekszem azért a sakkon is néha részt venni, és főleg is a gyermekkorosokat sakkoztam édesapámmal és más iskolás társadalomban. És most egy bizonyos játékot a magunk, hogy az ember szellemi képességét próbálhat. A Google van egy keleti játék, már néhány verseny már azt mi szemekkel foglalkozni, mert is mondom, hogy gyermek fel a karatéktől is, és azon most éve. És nagyon érdekes, mert itt is a mesterszintek, tanfokozatot, tanfokozattal jelölik a mesterszinteket. Tehát nyilván ez a távol keleti kultúra valótóban elnevezés. Ugye nálunk is tanfokozat van a karatéban, illetve a mesterfokozatban, azt nem tudom. De nekem negyedik mesterfokozatom van, tehát itt is megvan a tudás találkozási pont. Valahol ez is hozzátartozik a karatéket, hozzátartozik mondjuk az életet. Az egész életünkben csak így gondolkodás mellett, hogy akkor látjuk, hogy mit szeretnénk kérni, milyen módon tudjuk ezt megvalósítani. Nyilván az életben próbálható helyzet esetben jelentem. Változások vannak, ehhez igyekezünk el alkalmazkodni, igyekezünk el. Most a végigondolkodást erre is kivettem. A hubat hozzá segítéket ahhoz, hogy a stratégiai taktikai gondolkodás fogok kialakulni.